A Dunai árvíz miatt közúton megközelíthetetlenné vált a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Pilismaróton működő idős otthona. Erdei úton lehet csak bejutni a Máltai Szeretetszolgálat Pilismaróti idősek otthonába. A témát Barna is vendégünk folytatja. Nagyon szépen köszönöm, Rományi Tamás a vendégem, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hogy áll most a helyzet? Mert olvasom, hogy jó előre fölkészültek, de hát be van tározott és minden. Igen. A folyamatos ellátás, ápoló, konyhai személyzet, de ön a főnök parancsolja. A hétfői napon volt Pilismaróton a Védelmi Bizottságnak egy tájékoztatója, ahova behívták a Máltai Szeretetszolgálat vezetőjét is. Ez egy 100 fős idős otthonunk, ami a 11-es főúthoz közel esik, a település határán egy picit kívül, és felhívták a figyelmet arra, hogy véletlenül mind a két irányba, Esztergom felé és Dömös felé is el fogja vágni a víz az utat. Fel kell készülni arra, hogy az otthon megközelíthetetlenné válik. Ez szerda délután bekövetkezett. Addigra az otthonunknak a vezetője fölmérte, hogy hány olyan munkatárs van, akik nem fognak tudni az árvíz miatt eljönni, dolgozni. Átszervezte a beosztásokat, ez azzal járt, hogy a nővéreink, akik 12 órás műszakban dolgoznak, reggel 6-tól este 6-ig, este 6-tól reggel 6-ig, ők nekik át kellett állni 24 órás műszakokra, és egyébként pedig a Pilisi Parkerdő megnyitotta a hegyen átvezető erdei utakat, abból az egyik Pilismarót elérhetőségét, az egyiken keresztül Pilismarót elérhető, és akkor Esztergomból egy kis busz hozza be minden egyes műszakváltásra az odaérkező dolgozóinkat, és így sikerül fenntartani a rendet. Egyébként az idős otthon működik, az idős emberek biztonságban vannak. A hozzátartozókat az otthon értesítette, hogy most nem tudják meglátogatni az idős rokonaikat. Ha mégis szeretné valaki, akkor egyeztessen az intézménnyel, de és az idős embereknek egyébként pont ugyanazok a foglalkozásaik vannak, a gyógytorna, a kézműveskedés, a klubfoglalkozás, amik egyébként is. Működik a konyha, sőt a szomszédos otthonban még ez a kis busz délben át is visz 50 adagot egy másik idős otthonba, ami ugyancsak a Máltai Szeretetszolgálati, de hát ezt most az erdőn keresztül teszi. Olyan százan vannak, száz idős? Száz fős az idős otthonunk, igen, teltházzal működik. És az idős emberek egyébként ugye az árvízvédelembe is bekapcsolódnak a maguk módján, ez azt jelenti, hogy az otthonunkból leszoktak vinni minden nap itt a töltésen dolgozó egységeknek zsíros kenyeret, szendvicset, süteményt, mikor mit, és amikor ugye átszervezett, meg ugye több dolgozó nem tud bemenni a munkahelyére, úgyhogy kedvóta az idős emberek 6-an, 8-an, akik ezt bevállalták, ők kenték a zsíros kenyeret, rakták össze a szendvicseket, és ez volt a délelőtti programjuk, és akkor a kocsi levitte a töltésen dolgozó embereknek. Tehát a Szeretetszolgálat vendégül látja a védekezésben résztvevőket, és ez most az idősek közreműködésével történik. Hogyan látják, meddig lesz lezárva, legalábbis közúti részen, mert ott volt szíves említeni, erdőn keresztül egy földúton meg lehet közelíteni. Nem földút, rendes erdei út, hál' Istennek, úgyhogy nem kell hozzá terepjáróval közlekedni, hanem egy normál kis busz végig tud rajta menni. És a Pilisi Park... Tehát ha minden kötél szakad, akkor ez megoldható. Hát Esztergom térségében ugye a mai napon már a tetőzésre számítanak. Ha a víz még tovább emelkedik, és a másik idős otthonunk is megközelíthetetlenné válik, akkor a Pilisi Parkerdő feltől van egy ígéretünk, hogy egy nagyon magas gépjárművet rendelkezésre bocsátanak, amivel át lehet menni a vízen majd a 11-es főútnak az elöntött részén, és akkor az az otthonunk is elérhető, de egyelőre erre még nincsen szükség, még odáig nem érkezett el a helyzet. Korábban is volt már erre példa, most én 13-ra gondolok, akkor mostaninál, ahogy olvasom a híreket, nagyobb volt az árhullám. Igen, hasonló helyzet alakult ki akkor is, de akkor a mi figyelmünket a Batthyány tér kötötte le, mert a Batthyány téri idős otthonunkat viszont ki kellett költöztetni, miután a pincébe betört a víz 2013-ban, és a katasztrófa védelme a szombati napon délután 13:30-kor közölte, hogy 4 órakor áramtalanítják az épület tömböt, és az egész utca szakasztott azon a részen a Bemrakparton, úgyhogy ürítsük ki a 78 fős idős otthonunkat. De most ez erre nem most jött nem szóba. A Batthyány téri épületünknek a pincébe a talajvíz megjelent már napokkal ezelőtt, nem túl magasan, de hát a felszínen nem fenyegeti semmi az épületet, úgyhogy homokzsák egyébként van oda is készenlétbe helyezve, ha úgy hozza a helyzet, de bízunk benne, hogy nem kell alkalmazni majd. Térjünk vissza az idősekre. Hány éves kor, átlag életkor, vagy esetleg a legidősebb, aki ott ápolásra szorul?
A 80 évet meghaladó az átlag életkor, és 90-et közelítő ellátottjaink is vannak. Nagyon aktívak, tehát nagyon sok aktivitás van. Tegnapi napon is volt egy plébániáról nyugalomba vonult néni, a kántor még gyakorolt a gépzongoráján, készülnek valami kórusversenyre néhányan, és egyébként pedig most délelőtt a szendvicseket készítik. Én tegnap voltam kint ebbe az otthonban, megnéztem, hogy mi a helyzet. Azt mondták, hogy ma délben a védekezésben részvevőknek szilvás süteményt fognak levinni. Az idősek nem, ők nem hagyják el most az otthont, hanem a munkatársai. De ez is nagyon szép, hogy ők így veszik ki a részüket a védekezésben. Jó, adjon az ott nagyon a védekezésnél. Ha valamilyen orvosi ellátásra van szükség az időseknél, akkor hogy ezt hogy oldják? Mert gondolom, hogy van ott egészségügyi személyzet most is. Igen. Minden lakónk gyógyszert szed, minden lakónknak a vérnyomását, vércukrát mérni kell. Valakinek nem minden nap, de heti rendszerességgel ez része az ellátásnak. Ezt a nővérek megoldják, és meghatározott napokon orvos kiár az intézményben. Ez nem olyan szintű intézmény, ahol folyamatos orvosi ellátásra van szükség, hanem heti rendszerességgel érkezik az orvos. Működik ez is. Még a kedden napközben még a fodrász is ki tudott menni az intézménybe, és akinek igénye volt, annak megigazította a haját. Tehát ez az, hogy előre tudtuk, hogy ez a helyzet lesz, és volt lehetőség felkészülni, ez most tényleg az, hogy az intézmény közúton megközelíthetetlen, de egyébként köszöni jól van. Hogy számolnak a vízügyi szakemberek, mert gondolom, hogy tartják a kapcsolatot, hogy meddig lesz ilyen állapotban az idős otthon? Hát most minden a tetőzésről szól, hogy az mikor következik be, de utána még egy elhúzódó időszak, amíg apadni fog a víz. Arra nem tudok előrejelzéseket, hogy mikor fog annyira lecsökkenni, hogy újrajárhatóvá válik a 11-es főútnak ez a két szakasza, ami a mi épületünkhöz vezet. De ha úgy adódik, hogy hosszabb ideig is tart a elhúzódó árhullám az apadási időszakban, ahol szintén nagyon figyelni kell, akkor is föl vannak készülve az otthonban mindenre. Tehát de ez sem okozhat problémát. Igen, és annyit hagyd mondjak, hogy a szeretett szolgálat idős otthonában különösen jellemző az a fajta szemléletmód és hozzáállás, ami tényleg azt mondja, hogy szolgálatot végeznek a kollégáink, és nem a munkahelyükre járnak be dolgozni. A koronavírus alatt, amikor ugyancsak volt olyan helyzet, hogy akkor a lezárások miatt ott több kollégánk jár át Szlovákiából dolgozni, és hogy nem fognak tudni átjönni a hídon a korlátozások miatt, akkor volt egy ápoló, aki 62 napra beköltözött az idős otthonba, és addig nem ment haza, hogy az idősek, hogyha a műszak nem tud megérkezni a járvány miatt, a lezárások miatt, akkor nehogy ellátás nélkül maradjanak az idősek. Hát valahogy kezdődik a szolgálat, ugye, ahogy ön fogalmazott. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Mi köszönjük a lehetőséget.